Elkészült a 2024-es Európa Bajnokság selejtezőinek csoportbeosztása, meg vannak a magyar válogatott ellenfelei. Most már csak az a kérdés, hogy mire mehetnek ellenük a mieink. Erről fogok beszélni ebben a videóban. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és nagyon optimistán várhattuk ugye a mostani a sorsolását, hiszen ugye a magyar válogatottat az első kalapból húzták korábban, még sosem volt példa, az esetünkben. És ugye viszonylag egyszerű is egyébként a kvalifikáció menete abból a szempontból, hogy az első két hely valamelyikét kell megcsípni a csoportban. Ráadásul mindössze ugye öt csapat szerepel ebben a csoportban, úgyhogy összességében nagyon optimisták lehetünk már előzetesen is azzal kapcsolatban, hogy mennyi az esélyünk arra, hogy ott legyünk majd a következő Németországi Európa bajnokságon. És azért azt gondolom, hogyha megnézzük azokat az ellenfeleket, akiket végül is a mi csoportunkba húztak, továbbra is élhet ez az optimizmus bennünk. Az nem kérdés, hogy a legkeményebb ellenfél a csoportban Szerbia csapata lesz, és azt hiszem nyugodtan azt is kijelenthetjük, hogy ők a legesélyesebbek arra is, hogy csoport elsőként jussanak tovább innen majd. Voltak ellenük mostanában ugye nagyon jó eredményeink, akár a Nemzetek Ligájában, akár barátságos mérkőzésen, de összességében azért az teljesen egyértelmű, hogy ez a csapat előrébb jár a magyar válogatottnál, hiszen ugye ott lesznek majd a világbajnokságon is ami ugye nekik a nagy előnyük velünk szemben, az az, hogy van három, négy olyan játékosuk kapásból, amilyenből nekünk egy sem, vagyis olyan center, aki nagyon komoly bajnokságban vagy európai kupában szereplő csapatban játszik nap mint nap, és valódi gólbeszéd jelent bármelyik pillanatban. A magyar válogatottra váró legfontosabb feladat ugye a következő időszakban az az, hogy megtalálja a Ádám utódját, mind középcsatár pozícióban, mind pedig csapatkapitánként. Ez egyáltalán nem lesz egyszerű, és hát jó kérdés, hogy meg lesz ez addig, amire találkozunk a szervekkel. De azt hiszem az ellenük játszott mérkőzések lesznek a legkevésbé fontosak majd az erdély szereplésünkkel kapcsolatban. És hát ugye nem kell megállni a középcsatároknál a szerb válogatottan, ha az erősségéket akarjuk kiemelni, bár tényleg azt hiszem Dusán Vlaovic neve önmagában tényleg garanciát jelent a gólszerzésre. De ott van ugye Alexander Mitrovic is, aki a Premier League-ben játszik folyamatosan. Lukájavicsnak az utóbbi évek annyira nem sültek el jól, de azért vele kapcsolatban is pontosan tudjuk a Németország időszakából, hogy mennyire tudja érezni a kaput. És akkor még ugye Dusan Tadicsról nem is beszéltünk, aki az Ajax meghatározó játékosa de a hátrébe elég a középpályára nézni, ott van Szergei Milinkovic Savic, aki ugye a Lációban játszik évek óta, és ennek a válogatottnak is az egyik legmeghatározóbb játékosa. De rajta kívül is bőven vannak még Olaszországban légióskodó játékosai a szerb válogatottnak, vagy akár a Bundesligában vagy a Spanyolországban játszó játékosaik. A többi csapattal kapcsolatban pedig most mondanám azt, hogy ha pusztán az erőviszonyokat nézzük, vagy az utóbbi évek eredményei feltétlenül aggódnunk nem kell, de az igazi problémát az jelenti, ugye a magyar válogatott számára az utóbbi évek mérkőzései legalábbis ezt mutatták, hogyha olyan ellenfelekkel kell találkozni, akik mondjuk közel, hasonló képességű játékosokból állnak, és nem nagyon akarják dominálni a játékot ellenünk. Az albáni elleni mérkőzések voltak talán a legeklatánsabb példák az előző vb sorozatban, de talán ezzel kapcsolatban is van előrelépés a magyar válogatott játékában. És hogyha megnézzük a következő két csapatot, akiről beszélni fogok, akkor elmondhatjuk azt, hogy a játékos keret erőssége talán hasonló, esetleg egy kicsit gyengébb, mint jelen pillanatban a magyar válogatotté. Éppen ezért nem is számíthatunk arra, hogy nagyon dominálni akarják majd ellenünk a játékot, nem is jellemző a saját játékokra, nem is voltak túlságosan eredményesek az utóbbi években, úgyhogy összességében optimisták lehetünk velük kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ez a négy meccs is nagyon nehéz lesz. Ugye Montenegro és Bulgária került velünk még egy csoportba, az utóbbi évek eredményei náluk válogatott szinten nem különösebben rózsásak, sőt. A montenegrói válogatottnak egy igazán komoly klasszis játékosa van, ezt nyugodtan mondhatjuk Stefan Jovetic, de azért ő is inkább kifelé megy most már Na, a fociból 32 éves a herta játékosa, Valaha nagyon közel volt ahhoz, hogy a világklaszisok környékén emlegessük, akkor leginkább amikor ugye a Manchester City igazolt, azért az az időszak már elmúlt. Rajta kívül, akiről mindenképpen érdemes még beszélni a Montenegróiaknál, az ugye Ádám Marusics, a Láció játékos, aki Mauricio Szárinál alapvetően a védelemben szokott játszani, a Montenegrói válogatottban azonban nagyon gyakran feltűnik a középpályán is, és hát nyilván ott van még Stefan Szavics, aki pedig a védelem meghatározó játékosa a Montenegróiaknál, nélkül azért ugye sokkal kevésbé acélos a, a Montenegrói válogatott hátvéd sora. A legutóbbi vb az sorozatban csak Lettországot és Gibraltár tudták megelőzni, a negyedikek lettek a saját csoportjukban, de tényleg azt gondolom, hogy azért lebecsülni nem szabad őket. De a magyar válogatott utóbbi éveinek eredményeit látva tényleg bőven megvan az esélyünk arra, hogy legyőzzük őket. Montenegro a C divízióban szerepel a Nemzetek Ligájában, csak úgy, mint Bulgária, amely szintén nem tudott kvalifikálni hogy az előző világbajnokságra, sőt, 2004 óta nem szerepeltek nagy tornán, és hát nem nagyon van neki sem jelen pillanatban topligás játékosok, talán hirtelenjében a Werder Bremenben futballozó Grujevet lehet kiemelni ebből a szempontból, de azt hiszem, hogy az ő se sokan kapjátok fel a fejeteket. Ami különösen kellemetlen a bolgárok számára, hogy egyre kevesebb játékosok jut el egyáltalán a topligák környékére, jelenleg a válogatott keretnek a legtöbb tagja otthon futballozik. Erre mondhatnánk persze, hogy a Ludogorec Rászgrád ugye folyamatosan ott szerepel valamelyik Európa Kupa csoport körében az utóbbi években, de hát a legutóbbi keretben is mindössze három Ludogorec játékos szerepet, úgyhogy ezzel sincsenek sokkal előrébb igazából a bolgárok. Az előző selejtező sorozatban össze tudtak hozni egy döntetlen Olaszországban, azt a mérkőzést pont én közvetítettem, tegyük hozzá azt is rögtön, hogy azért az az X inkább az olaszoknak volt köszönhető, semmint a bolgároknak, úgyhogy ebből sem biztos, hogy nagyon komoly következtetéseket érdemes levonni. Nem túl jó jelen pillanatban ez a bolgár válogatott, de mondom, nagyon hasonló a helyzet velük kapcsolatban, mint Montenegróval. Azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés is nagyon nehéz lett, és hát ugye vannak közelmúltbeli emlékeink velük kapcsolatban is, az előző ebbi során többek között velük is meg kellett mérkőznünk, az sem volt egy egyszerű menet, de azt gondolom, hogy a papírforma inkább Meletünk mellettünk kellene, hogy szóljon ezeken a mérkőzéseken is, bőven megvan az esélyünk arra, hogy oda vissza megverjük őket. Azt pedig nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennek a csoportnak a leggyengébb tagja Litvánia. Jelen pillanatban ugye nincs is olyan játékosuk, aki valamelyik topliga közelében tudna egyáltalán futballozni. Ha az nem lenne elegendő, ráadásul nemrég váltottak szövetségi kapitányt, ez is gyakran előfordult mostanában ráadásul náluk, úgyhogy az biztos, hogy ők nem nagyon vannak rendben jelen pillanatban. És már csak is bármit mondani mondjuk az ő játékukkal kapcsolatban nehéz lenne, de ha csak tényleg ránézünk a válogatott keretre is arra, hogy milyen játékosok hol szerepelnek náluk, azt gondolom, hogy tőlük se nagyon kellene félnünk, de nagyon óvatosan mondok ilyeneket. Az igazi kérdés az lesz a következő években, hogy a magyar válogatott megtalálja tényleg azt a játékost, aki előtt tudja pótolni Szalai Ádámot, vagy esetleg tud-e valami más kitalálni Márkor Rossi, amivel lehet felettetni majd az ő hiányát. Minden esetre az egyértelmű, hogy a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítmény alapján joggal lehetünk optimisták ebben a selejtező csoportban. Egyáltalán nem lesz könnyű mened, de tekintve tényleg, hogy az első kettő továbbjut, azt gondolom, hogy minden esélye megvan a magyar válogatottnak jelen pillanatban, hogy ebben a csoportban kiharcolja a továbbjutást. Az igazi kérdés az lesz majd, hogy miben kell, hogy változzon a magyar válogatott játéka, miben tud változni a következő években, hogy esetleg még egy picit előre tudjunk lépni, de azt hiszem, hogy ez már túlmutat ennek a videónak a témáján, de nem biztos, hogy nem fogok róla beszélni majd a következő hetekben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok a magyar válogatott esélyeiről ebben a csoportban. Ti is ennyire optimisták vagytok-e, mint én, és hogy mi az, ami szerintetek a legfontosabb változás lehet majd itt a következő években a magyar válogatottban, kinek a szereplésére lennétek kíváncsiak mondjuk esetleg azon játékosok közül, akik mostanában vagy még nem nagyon kaptak lehetőséget már Rosszitól. Ja, és mit szóltok, az új mezemhez, illetve a magyar válogatott új mezéhez? Hogyha gondoljátok, erről is szívesen készítek majd videót a közeljövőben, de jön majd az a videó, amely ugye az előző folytatása lesz, amelyben az idei szezon legbénebb európai mezeit is összeszedem majd nektek. Úgyhogy, ha erről sem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!